Na, sziasztok srácok! Ugye volt nekem egy hatalmas nagy trükköm a motormosást illetően. Mégpedig az, hogy mindig este 10-kor mostam motort a mosóban. Mert akkor konkrétan senki nem volt, és nem kellett senkire se várjak. És folyamatosan azonnal le tudtam mosni a motoromat. Oké, nem jöttél ki. Ugye ez a lehetőség most hála az égnek idézőjelekkel megszűnt. És most megnézzük, hogy a mosóban lesz-e szabad hely. Igazából rohadtul semmi kedvem válni. Pedig a tegnapi esőzés az rendesen hazavágta szegény Borikámat. De meglátjuk, hogy mi lesz. Mögöttem van valami V2-es dög. A lényeg, ami lényeg. Ugye az előző videómban nem mondtam ki teljesen az igazat, ami önhibámon kívül történt. Méghozzá az aksi az rohadtul átvert engem. Ugye elhoztam szerelésből a motort, másnap felvettem ezt a szezonra felkészülős szerelős logot, harmadnap Borikám állt, akkor mondjuk elég jellemzően mínuszfok volt, és nyilván az nem tesz jót egy eleve idős akkumulátornak. Pedig télen cseptöltőm volt, de eleve tényleg nagyon öreg aksiról van szó. Na mindegy. És harmadnap reggel, amikor mentem volna munkába, teljesen megbizonyosodva ugye arról, hogy az én borim az szezonra kész, teljesen jó, ráülök, pöccentem, és akkor jövök munkába. Aha, a frászt. Azt tapasztaltam egy ilyen -2 fokba, hogy gyönyörűen elkezdte az önindítózást, aztán egy ilyen 2-3 tekerés után kész, megadta magát, mert nem tudta a nagy fesztát adni az önindítónak. Úgyhogy megszületett a döntés, hogy kell egy új aksit vegyek. Természetesen a szerelőm, aki azt mondta, hogy mondhatom nyugodtan a nevét, ugye Dendelux, ő szereli a borimat. Mi a terv ott? Az igen? Hát jó. Értem én, hogy be akar ide jönni, de kereszt meg ilyenek, meg forgalom. Készereli a motoromat, kikértem a segítségét, hogy mégis miért kéne vegyek. Mondta, hogy melyik fajta a gyári aksi, egy zselés aksi. És érdemes zseléset venni, mert az könnyebb, mint a savas. Úgyhogy gyorsan ezt néhány nap alatt tudtam orvosolni. És most már minden rendben az aksival is. Nem tudom eldönteni, hogy mi az itt mögöttem, ami ennyire hangosan bugyog. Nem motor ez. Ez valami autó. Ó, de béna voltam, azt a kurva. Helmet, vezetéstechnika. Vissza kéne szokni. Tehát itt neki nem menjek. Oké, jövök. Se. No, tehát az aksi az rohadtul megviccelt, főleg így a videó készítése után. És mikor kicseréltem az aksit, kiderült, hogy rohadtul nem is az az aksi volt benne Boriba, ami gyárilag belevaló. Egy, nem is tudom, mondhatok márkát? Nem tudom. Egy ilyen bikás akkumulátor volt benne, ami ráadásul kisebb is volt, mint az aksi, amit belevettem. És nem tudom, hogy ez ilyenkor van egy ilyen ráhagyott szabvány tólig mérték, ahol egy ilyen akkumulátor mérete mozoghat, és lehet, hogy az mégis jó az én motoromhoz, de mondjuk kisebb, mint egy adott másik aksi, vagy valóban egy adott méret van, akkor viszont nem olyan aksi volt a Boriban, mint kellene. Viszont ezt tényleg nézzétek el nekem, hát több videóban ugye is kifejtettem, hogy műszakilag sajnos nem vagyok annyira hozzáértő, mint ahogy illene vagy kellene legyek. Ezen majd valamit orvosolnom is kéne. Én most pattant valami, vagy nem? Nem pattant semmi. Csak valami kis kavics lehetett. Úgyhogy igazából ennyi a sztoria ennek, hogy még egy akkumulátorral megkínált a sors, hogy azt vegyek. De remélhetőleg ez most akkor évekig velem fog tartani, és nem lesz ezzel több gáz. Hát tudjátok, hogy milyen a használt motor. Ugye elég az, hogy megérzi a szerviz szagot, és folyamatosan előjönnek azok a rejtett dolgok, amikre nem is gondolnál, hogy problémát jelentenek a járműben. Really? Oh my god! Azt hittem valami cruiser! Shit! Na, nekem melyik sáv kell? Nekem most te kell lesz, én úgy döntöttem. Hát srácok, most nem tudom, hogy sírjak-e, vagy nevessek. Nem tudom eldönteni,
Ez az autó most szándékosan volt ilyen, vagy nem szándékosan? Nem tudom eldönteni, hogy melyik a szomorúbb. Szerintetek melyik ez? Kommentbe lökjétek be. Ez, nem tudom, ez az a szituáció, amikor sírjak vagy nevessek. De visszatérve, hogy a használt járműnek ugye ez a banános sztoria, hogy folyamatosan ki tudnak ezek a dolgok terülni. Tehát ki tudja, hogy mit tartogat még Borival a jövő. Bár az átlag statisztikákat fórumozások után tekintve még legalább kétszer ennyi van előtte élettartamban, mint nem. És olyan is bízom ebben, hogy még sokáig velem tud tartani. Aztán majd meglátjuk, mi hoz a jövő. Egyébként képzeljétek el pont a videózás átka. Egyrésztről számomra, hogy most kitűztem idére magamnak egy ilyen kis videós célt, amit nem merek elmondani, mert hogyha elmondom, akkor lehet, hogy nem fog teljesülni. Tudjátok, ez ilyen helmetféle babona dolog. No de megint tikkelt a quality kurvaságom, és a legutóbbi videónál nagyon láttam azt, hogy csúnyán rosszul kezeli a szembe lévő napfényt a GoPro. Ugye próbálja magát ahhoz mérten belülni, és természetesen eléggé limitált egy ilyen kis eszköznek az optikája, illetve lehetőségei a fényhez való alkalmazkodáshoz. És láttam, hogy amikor becsillan a fény, akkor a sötét részeket nagyon csúnyán ugye elsötétíti, hogy alkalmazkodjon ahhoz a viszonyhoz. És eléggé elgondolkodtam, hogy basszus, lehet kéne egy ND-filter. De nem, meg kell álljam, nem szabad vegyek ND-filtert, mert akkor jönni fog a következő quality kurvaság dolog, amit venni akarok, és ezt rohadtul nem akarom elérni. Főleg jelen helyzetben, amikor mondom, hogy azért többé-kevésbé igyekszem gazdálkodni a pénzzel, mert nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövő. Okay. Most láttam egy eléggé bicskanyitogató videót motoros sokkal szemben. És nem feltétlen szeretnék egy videóba több ilyen, hogy is mondjam, komplexebb témáról beszélni. Tehát egyelőre maradjunk egy videó egy témánál, még akármennyire is ilyen körítést, kis motorozásos körítést teszek rá, hogy mindegy, itt ilyen motorosokról szólt, meg ilyen kressz, meg figyeljünk el rájuk, meg butaságokat csinálnak dolog. Hát most erre mit mondjak, srácok? Pedig csak egy kurva vlogot, egy kurva úton veszek fel. Azt mondjátok meg nekem, hogy hova a tökönbe van ennyi autó az utakon? Komolyan! Akárhányszor nézek külföldi, leginkább amcsi vloggereket, motovloggereket, rohadtul nincs ennyi autójuk. Hogy a tökönbe? Tehát ott egy úton elmegy a vlogger, és nyugodtan végig tudja a kis témáját mondani, anélkül, hogy 600 tonna ilyen mikrodugó kialakulna, meg autók jönne elé, meg belassul, meg az autók tötyögnek, meg ilyen dolgok. Lehet, hogy ők ennyire jól választanak helyszínt, és nekem is alkalmazkodni kéne egy jó kis helyszínválasztással ehhez. Hogy valóban nálunk most már nem tudom, egy ilyen hülye gondolat jött, hogy mindenkinek kell egy autó. A gyereki elém úgy is kell. Na, most már megtalálta a gázpedált, nézzük. Én ugyanaz a tempóval jövök, mint eddig jöttem. Már megtalálja, jó van. Vagy nem? Na. Megy az, úgy. Ó, de jó, és van is hely. Srácok, királyság. Lenyomtam akkor a vlogot, mert jól megmosom az én borim testét. Aztán ne felejtjétek el, hogy lehet a videót lájkolni, csatornára feliratkozni, meg ilyenek, hogyha tetszik ez a dolog. No, bye bye!